hallani. Jó estét kívánok! Hallatszódik? Igen. Jó. A címet nézzük. Járdán kerékpároznak. Ez a világon semmit nem jelent, mert mindent ez történik. De amiről én írok, az egy teljesen speciális helyzet. A mikrofonban legyen szíves, egy picit közelebb. Köszönöm szépen. Teljesen speciális helyzet, amit valószínűleg, akik ebben intézkedtek, vagy intézkedni véltek. Most jó. Tökélet, most. Tehát akkor mondom, hogy ez egy speciális helyzet, és mindazok, akik ebben intézkedni véltek, vagy szerettek volna, nem tudtak hatékonyan intézkedni, mert föl se fogták, hogy miről van ott szó. Ez egy olyan speciális jártaszakasz, a villányútnak a 74-től egészen a 86-ig, hogy teljesen egységes szakasz, bal oldalon kerítések vannak, onnan lépegetnek ki a kertből az emberek, a jobb oldalán egy bokorsövénysáv van, és azon kívül pedig föl van festve az úttestre a biciklisáv. Tehát a főpolgármester urunk gondoskodott a brigásokról. De ezeknek eszükbe se jut azt használni, hanem itt mennek, holott a járda végén kint van az, amit az önkormányzat kitett, hogy ajánlja, hogy a kifestett biciklisávokat használják. Na most miért veszélyes ez? Mert mi jövünk ki, és én ugye már 80 év fölött vagyok bőven, meg csipőprotézises. Szóval én nem, amikor jövünk váratlanul, kilépünk az úttér vagy a járdára, akkor a biciklisták nem tudnak hirtelen lefékezni, mert ők nem látják, hogy a kerítésből valaki előlép. Nem tudnak lefékezni, mi se tudunk elugrani, ezért engem már egyszer nekilöktek a sövénynek, másodszor pedig a botot lökték ki a kezemből, a két házzal odék 90 év fölött a Vera néni, mert mi hívjuk a környéke, úgy fölöttek, hogy a földön kapálózott mindaddig, amíg valaki föl nem emelte. Na most, ezt bejelentettem, ezt a helyzetet, 2021-ben. Bejelentettem 2022-ben. Nem történt semmi, de azért elmondom, hogy azért történt le. Bocsánat. Inkább vegyétek már föl. Pifi úr, azért jelzem, hogy lejárt már az ideje, úgyhogy egy picit mondom, hogy ez nagyon fontos ez a levél, mert ez az egészet mutatja, hogy mi történt. Tisztelt ügyintéző asszony, ez az vagy a önkormányzatnak az ügyintézője, Sranko Klárának és Osváth János rendőrőrnagy fogalmazta, és Laubert Tamás rendőr alezetes írta le. Tisztelt ügyintéző asszony, hivatkozásra 2023. január 18-án kelt elektronikus levelére tájékoztatom, hogy Béki Zoltán bejelentéséről hatóságon munkatársai tájékoztatva lettek, melynek alapján a Budapest 11. kerület villányút 80 szám előtti visszatérő ellenőrzéseket foganatosítanak, kiemelt hangsúlyt fektetnek a bejelentő által említett szabálysértés elkövetőinek kiszűrésére és azok szankcionálására. Hát ez gyönyörű költői. Na most, mi történt? Semmi, mert állandóan, amikor ott vagyok a telefonommal, ugye nem tudom minden pillanatban előkapni a telefon, de biciklistát rengeteget fényképeztem, nem teszem közé, ugye, mert az nem szabad. Rendőr egyetlen egyenségem. Hát akkor hogy ellenőrzi a rendőrjárőr? Na, tovább nem akarom, azt hiszem mindenki érti, hogy miről van szó. Köszönöm a türelmet, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen, Béki. Kérdezem, hogy válaszolni. Jágeris Ferenőkapitány. Sajnálom az apropót, meg egyben örülök is neki, hogy újfent egy kerékpáros kérdésben nyilatkozhatom meg. Valóban ismerős a probléma, én is találkoztam vele, találkoztam kerékpárosokkal is, akik hát olyas módon valóban a járdán közlekedtek. Én is elítélem ezt messze lennünk, megvizsgálom mindenféleképpen Béki úrnak a beadványát. Tudom, hogy visszatérően ellenőrzéseket hajtunk végre a Villányi úton, a Móri Zsigmond körtéren, meg egyébként az egész környéken. Én nem nagyon tudok ezen kívül
esetről egyébként a kerületbe, a Bilányi úton, amit kerékpáros okozott volna a járdán, de természetesen figyelembe veszik a lakossági igényeket, és el fogunk járni ebben a témakörbe. Köszönöm szépen. Köszönjük kapitány úrnak. Egy rövidet van. Igen, én csak fogásnak. Szeretnék büszkélkedni arra, hogy vannak már egy éve, vagy idestova több mint egy éve kerékpáros közterület felügyelőink, akik egyébként szabályosan közlekednek és nem a járdán, de meg fogjuk velük beszélni, hogy a Villányi úton gyakrabban bringázzanak a bringasávban, mert olyan is van egyébként valóban a Villányi úton, úgyhogy vagy a rendőrök, vagy a közterület, biciklis közterület felügyelők, valaki ezeket a rosszul vagy szabálytalanul közlekedő bringásokat bízom benne, hogy el fogja tudni kapni. Úgyhogy megpróbálunk ebben mi is valamit lépni. Köszönöm. Köszönjük szépen.